gyógyászati villamoskészülékek és rendszerek azon burkolatainak, melyeket arra terveztek, hogy folyadék vagy porszerű részecskék behatolása ellen meghatározott mértékű védelmet nyújtsanak, az IEC 6529 szabvány osztályozásának meg kell felelniük. A következő készüléket IPX1 vizsgálatnak vetettük alá. Az IPX1 védettség esetén a készülék burkolata a függőlegesen leeső vízcseppek ellen védett. A vizsgálatot követően a készülék burkolatába víz nem hatolhat be. Amennyiben ez mégis megtörténik, a készülék működését és biztonságát nem befolyásolhatja. A vizsgálat után a nyomtatott áramkörön egyértelműen látható a vízbehatolás nyoma. A víz veszélyes feszültség alatti részekre is került, például a transzformátorra, ezáltal a készülék alapvető biztonsága nem teljesül. A vizsgálatot követően megállapíthatjuk, hogy a készülék burkolata nem teljesíti az IPX1 védettségre vonatkozó követelményeket. Az IP vizsgálatot dielektromos szilárdság vizsgálat követi. A gyógyászati villamoskészülék villamosszigetelésének dielektromos szilárdsága legyen képes ellenállni a szabványban meghatározott vizsgálati feszültségeknek. Csak a biztonsági funkcióval rendelkező szigetelés szükséges vizsgálni. A megfelelőséget 1 percen keresztül a meghatározott vizsgálati feszültség alkalmazásával kell ellenőrizni. A vizsgálat során az átütés elégtelenséget jelent. A szigetelési átütést megtörténtnek kell tekinteni, ha a vizsgálati feszültség alkalmazása eredményeként az átfolyó áram ellenőrizetlen módon gyorsan növekszik, azaz a szigetelés nem korlátozza az áram átfolyását. A következő dielektromos szilárdság vizsgálat során a transzformátor primer és szekundár része közötti elválasztást fogjuk megvizsgálni. A transzformátornak 2 védőintézkedést kell megvalósítania, ami ebben az esetben 230 volt hálózati feszültséget feltételezve 4000 volt vizsgáló feszültséggel kerül megvizsgálásra. A transzformátor nem teljesíti a szabvány követelményeit. Az ISO 86001:2-12-es szabvány az intenzív ellátásban használt lélegeztetők alapvető biztonságára és lényeges működésére vonatkozó követelményeit tartalmazza. Az egyik mérés nagy rugalmasságú és kis légellenállású, tehát az egészséges tüdőkre jellemző paraméterekkel történik. A mérés folyamán észrevehető lesz, hogy a készülék az ilyen paraméterekre beállított tesztüdővel egész egyszerűen nem tud mit kezdeni. A tesztüdő túlfújja annyira, hogy a lélegeztető mechanikus biztonsági szelepe lép működésbe. A túlfújás remekül megfigyelhető a tesztüdőn. A második mérés a pneumatikus vezérlésű, kilégzést vezérlő szelep hibás szabályozását mutatja be. Némely esetben a kilégzéskor kiáramló levegőt nem tudja szabályozni megfelelően, ezáltal vibrálva engedi ki a levegőt a tüdőből. A vibrálás is elég látványos, a tüdőn is észrevehető a készülék által keltett remegés, de a mérőműszer által mutatott ábrán is látszódik a jelenség. Az első esetben jól mérhető a túlnyomás, a második esetben pedig a nyomás és egyéb fontos paraméterek pontos mérését hiúsítja meg a vibrálva távozó levegő. Ezek alapján a készülék nem teljesíti a termékszabvány követelményeit. A nagyfrekvenciás elektrosebészet az elektromos áram szövetekre kifejtett koncentrált hőhatásán alapuló szövetszétválasztás és vérzéscsillapítás. A nagyfrekvenciás elektrosebészetben a páciens az áramkör részét képezi, és a kezelt szövet elektromos ellenállását használjuk ki hőfejlesztésre. A készülékek nagy frekvenciájú váltakozó áramot használnak. A nagy frekvenciájú generátor teljesítményét alapvetően 2 üzemmódban adhatja le. Vágáskor állandó feszültségen szabályos periodicitású feszültséget generálva, koagulációs üzemmódban pedig nagyobb feszültségen, ám szakaszoltan történik a teljesítmény leadás. Az előbbi üzemmódban a hőközlés, még pulzáló üzemmódban a szöveti koagulációs hatás az elsődleges.
A nagyfrekvenciás sebészeti vágó kettő elrendezésben működik. Bipoláris elrendezésben kettő elektróda egymáshoz közel helyezkedik el, mint egy csipesz, mely kialakítása lehetővé teszi a kisebb teljesítmény használatát, ezen kívül nem kell tartani a páciens megégésétől. Monopoláris elrendezés során a generátor egyik pólusát, a neutrál elektródot a páciensre kapcsoljuk, még a másik aktív elektródot használjuk tulajdonképpen késként. Az áram egy része ilyenkor kontrollálatlanul folyik a kezelt páciens távoli szöveteiben. A következőben egy nagy frekvenciás sebészeti vágó monopoláris elrendezésének kimenő teljesítményét mérjük meg vágóüzemmódban. Illetve koaguláció során. E két üzemmódnak a szövetekre gyakorolt hatását is megtekinthetjük.